Egri csillagok, harmadik rész, kilencedik fejezet. Ez a LibriVox felvétel közkincs. Felolvassa Majlinger Diána. Egri csillagok, írt a Gárdonyi Géza. A raboroszlán, kilencedik fejezet. Veli még elszörnyűködve hallotta az úton visszatérőben, hogy mi volt a titkos párbeszéd. Micsoda bolond fajzat vagy te, mondotta a fejét csóválva. A nyakamat teszem rá, hogy az éjjel már bent ház a vértoronyban és egész éjjel ott járt az udvaron. Várta a szultán rendeletét. Azonban a rendelet sem azon éjjel, sem a következő napokon nem érkezett meg. Se levél, se ízenet, semmi, semmi. Egy hét múlva az öreg sejkül iszlám, a törökök herceg jelent meg a hét toronyban. Valami nevezetes gyaur van itt, mondotta a bégnek. Török bálint a neve. Evet, felelte a bég hajladozva. A padisaknak, allak nyújtsa hosszúra életét, Kedves gondolata az, hogy ezt az embert magyar tartományunk kormányzójává tegye, és nem akar áttérni a hitetlenebb. Kutya. Arra kértem őt, allak nyújtsa hosszúra életét, hogy hadd nézzem meg a foglyot, talán tehetek valamit. Tudod, fiam, öreg és tapasztalt ember vagyok. Bölcsek, bölcse vagy seg, korunk salamonja. Én is azt gondolom, hogy minden csomónak megvan a maga oldója. Csak türelem és okosság. Hát, ha meghatja az, hogy én magam hozom el neki a proféta világosságát. Először csak figyelni fog rám, aztán maga se érzi meg, hogyan csöppenik a szívébe az igaz hit első magvacskája. Elég értelmes ember. Aztán látott, fiam, ha megtérítjük ezt a gonosz hitetlent, örömet szerzünk vele a padisaknak. És egyszerre mondották utána. Allak nyújtsa hosszúra életét. A napnak nyolcadik órájában, vagyis a mi időszámításunk szerint délután két órakor, Bálint úr a szobájában aludt, mikor az ajtót rányította a bék, és betessékelte a főmuftit. Bálint úr a diványon, és zavarodottan dörzsölte a szemét. Csak nézett a nagy szakáló bibliai figurára, akit sohasem látott, de akinek papi mi volt a fekete kaftánról és a fehér turbáról egyszerre megösmerte. Ébre egy Bálint úr, szólt rá a bék. Nagy becsület értéged. Maga a sejküli számű méltósága jött el, hogy téged oktasson. Hallgass őt figyelemmel s lekapta a falról az ágy mögé szőnyeget, s a szoba közepére tette. Azután a kaftányát vetette le, hogy azt meg a szőnyegre terítse, de azt már az öreg nem fogadta el. Leült, és keresztbe fonta a lábait. Szakálla éppen a szőnyeg ért. Eszes vén szeme vizsgálódva járta végig Bálint urat. Azután a koránban egy pergamentbe kötött, tenyérnyik és vaskos könyvben lapozott. – Mit akartok? – dörmögött Bálint úr. – Hiszen én megmondtam a császárnak, hogy nem fordulok törökké. A bék nem felelt, a főmuftira nézett. A főmufti felelet helyett a szívéhez, homlokához és ajkához emelte a könyvet. Aztán így szólott. Allaknak, az irgalmasnak és könyörületesnek nevében. Abul Kazem Mohamed, Abdallak fia, aki Abdel Motalle fia, aki Hazenfia, fia, aki Abmenaf fia, aki Kasszi fia, aki Kelab fia, aki Morra fia, aki Kaab fia, aki Lova aki Galab fia, Bálint úr csak nézett. Fölvette a dolmányát. Leült az öreggel szemben a székre. Várta, hogy mi lesz ebből. Az öreg nyugodtan folytatta. Aki férfia, aki malekfia, aki madarfia, aki kenanafia, aki kazimafia. Bálint úr ásított. Az öreg folytatta. Aki fia, aki Eliás fia, aki madarfia, aki Názzárfia, aki moátfia, Se a nevek tengerét sorolta még el, még nem visszakerült Mohamedre és a születésére. A bég akkor már nem volt a szobában. Nesztelenül kiasont, hogy a dolgait folytassa. A folyosón Majláddal találkozott, aki szintén alvásból kelt fel. Bálint úrhoz igyekezett, hogy felköltse. Ne zavard őt, mondotta a bég. Pap van nála. Az igaz vallásból nyer oktatást. A török vallásból? Abból, felelte mosolyogva a bég és ugrálva sietett le a lépcsőn. Majlad elképedten bámult utána. Vége a harmadik rész kilencedik fejezetének.